A korelnök, a DK-s Nagy Ferenc vezette az alakuló ülést a szabályozásnak megfelelően a Baranyavár megyei közgyűlésben október 8-án. Az új testület összetételét a választási eredmények alapján a területi választási bizottság elnöke ismertette. A Fidesz-KDNP 12, a DK 2, a Mi Hazánk szintén 2 képviselővel, míg a VAN közéleti egyesület és a Momentum egy-egy taggal képviselteti magát az új baranyai közgyűlésben. Az alakulón tettek javaslatot a politikusok az elnök személyére. Őri László 14 ajánlással, majd ugyancsak 14 szavazattal ebben a ciklusban is vezetheti a testületet. Köszönöm szépen, elnök úr. A régi új elnök székfoglaló beszédében az önkormányzati ciklus feladatairól szólt. Azért fogunk dolgozni, hogy a Baranyában élők a következő időszak nyertesei legyenek, hogy az a depressziós hangulat, amely a Dél-Dunántúlt rendszerváltás óta jellemezze, az megszűnjön, hogy Baranya a következő egy évtizedben kormányzati fejlesztéseknek és a vármegyei együttműködéseknek köszönhetően egy olyan helyé váljon, ahonnan a fiatalok nem elvágyódnak, hanem itt tervezik a jövőt, hiszen a Baranyában gyermeket vállaló családok jelentik a térségnek a jövőjét. A kormányzat kiemelt figyelmet fordít Baranyára. Olyan gazdasági elképzelések valósulhatnak meg, amik megalapozzák a térség felemelkedését, mondta Őri László. Örülök annak, hogy a magyar kormány új területfejlesztési koncepciójában a Dél-Dunántúl és benne Baranya fejlesztése az kiemelt szempontként jelenik meg. Én azt gondolom, hogy mi, akik itt élünk Baranyában, végre hosszú évek, évtizedek után úgy érezzük, hogy rajtunk a sor, a most megnyíló lehetőségekkel pedig élnünk kell. Ez infrastruktúrális közlekedési fejlesztéseket is jelent, amik a vármegye zártságát megszüntetik, és így a gazdasági kapcsolatok, a befektetők idevonzása erősödhet Baranyában. Az évszázad beruházása, amely új perspektívát nyit Baranyában, a Dunahíd megépítése, az M6-os autópálya, amely kinyitja a térséget délfelé, és nagyon remélem, hogy fel tud gyorsulni az előkészítése a baranyai, a pécsi, illetve a Somogy vármegyei, a kaposvári megyeszékhelyet összekötő új négysávos útnak is. Ezek az infrastruktúrális beruházások mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy az elmaradottság legfőbb okát, a térség bezártságát meg tudjuk szüntetni, ezért fogunk dolgozni a kormányzattal partnerségbe a következő években is. Az elnök megválasztása után átvette az ülés vezetését, majd sor került az alelnökök megválasztására. Dunai Pétert és Junácski Andrást jelölték újra. Ők voltak az előző ciklusban is ezen a poszton. Az új összetételű közgyűlés megint bizalmat szavazott nekik, így folytathatják alelnöki munkájukat.